Köszöntöm nézőinket! Önök a Telena magazint látják. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Testületi ülés, idősek köszöntése, gondos gazda díjátadó, népmese napja. Ismét összeült a Tolnaváros képviselőtestülete. A városvezetés többek között döntött arról, hogy sor kerül egy új játszótér kialakítására, illetve egy parkolót is kialakítanak a Mözsi óvoda közelében. Emellett folytatódik az utak és járdák kátyúzása, amire további összeget ítéltek meg. Tolnaváros önkormányzatának képviselőtestülete több, kiemelten fontos napirendi pontról is döntést hozott, így újabb fontos fejlesztések kerülnek megvalósításra a városban. Többek között döntés született a Fáy András téri új játszótéri eszközök létesítéséről és korszerűsítéséről. Úgyhogy arról döntött a képviselőtestület, hogy mintegy 14,5 millió, illetve 15 millió forint közötti értékben új játékeszközöket vásárolunk oda, és megbíztuk a Telena Kft-t azzal, hogy ezeket telepítse. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a sok-sok új játszótér mellett azért a régieket is meg tudjuk újítani. Ez a játszótér, ez még fából készült, röngfából készült játékeszközöket tartalmaz, de hát tudjuk, hogy ez már nem annyira korszerű, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ide is vásárolunk újakat. Én nagyon bízom abban, hogy az ott lakók és a közelben lakó gyermekek nagy örömmel fogják majd ezeket használni. Fontos szerződés megkötésére került sor a Tolna Mőzs Szent István utca 38 szám alatti óvoda előtti térköves parkoló kialakításáról. Mözsi zöldkert óvoda elé parkolót építünk. Hát ez nyilván az ott dolgozók és az oda járó gyerekek szüleit érinti jobban. Az úttesten lehetett eddig megállni, úgyhogy arról döntöttünk, hogy egy parkolót alakítunk itt ki. Elég hosszú egyeztetések voltak, mert hogy az út maga, a Szent István utca az a magyar állami, és a közút, az állami közút kezelésében van. Tehát elég sokáig tartott az egyeztetés, de hát az engedélyek megvannak, minden papír megvan ahhoz, hogy megépülhessen ez a parkoló. Az önkormányzat reményei szerint a beszerzési eljárást követően már idén megvalósításra kerülhet a parkoló kialakítása, ezzel is megkönnyítve mind a szülők, mind pedig az intézmény dolgozóinak életét. Minden évben jelentős törekvést tesz Tolna az utak és járdák állapotának karbantartására, illetve javítására is, az erre a célra elkülönített úthit keretein belül. Ezen területek fejlesztésére már a tavaszi időszakban sor került, azonban az utak állapota indokolttá tette, hogy idén nagyobb összeget fordítson erre a város, ezért a testületi ülésen további 22 millió forintot szavaztak meg a munkálatok folytatására, melyekre már nyáron sor került. Ennek kiegészítéseként további összeg került megállapításra szeptember végén. Örültem annak, hogy a képviselőtársaim ezt támogatták, és egyhangúan döntöttünk arról, hogy újabb 4,5 millió forintot biztosítunk arra, hogy a még fellelt hibákat tudjuk kijavítani. És már korábban is elmondtam, és most is elmondom, nem útfelújításról, hanem csupán útjavításról van szó. Tehát nem lesz új utca, de a nagyobb kátyúkat igyekszünk kijavítani. És egyébként gőzerővel készülünk a TOP+-os fejlesztésekre, amiben több száz millió forintot tervezünk útfelújításra itt a városban. Úgyhogy azokat az utcákat, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, azokat pedig abból a pályázatból fogjuk feltehetően felújítani. A felújítás teljes egészében a város 100% tulajdonú Telena Városi Szolgáltató Kft. Keretein belül kerül megvalósításra.
Idén is méltó módon ünnepelték Tolnán a szépkorúakat. A lovardában megrendezett programra sokan ellátogattak. A rendezvényen az Operett Musical Voices társulat szórakoztatta a közönséget. Október 1-én az időseket ünnepeljük. Tolnán hosszú évek óta hagyomány, hogy ez alkalomból rendezvénnyel köszöntik a szépkorúakat. Ezúttal is szép számmal érkeztek az idősek a helyi kulturális központba, ahol először Apelszoffer Ágnes polgármester mondta el a jeles nappal kapcsolatos gondolatait. Sütő András írja egy helyütt. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. A mi nemzedékünk bizony sokszor nehezen veszi tudomásul, hogy már pedig a világ nem vele kezdődött. Hogy a nemzedék előtt is volt élet. Hogy a mi világunk éppen az önök és az önök elődeinek munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra ezt a várost, ezt a jelent, megteremtették azokat a kiváló feltételeket, melyekre mi alapozva a jövőnket építhettük és építhetjük tovább. És ezt bizony sokan sokszor elfelejtik. Ez a nap, az idősek napja minden évben figyelmeztet minket arra, az előttünk járók megtették már, amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük. Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, átdolgozott nappalokkal, éjszakákkal. Megtették, s most a pihenés, a gondoskodás évei kell, hogy következzenek. Gyermekeik, rokonaik, a településünk, ahol élünk, sokat tehet azért, hogy önök a lehető legnagyobb kényelemben, szeretetben éljék nyugdíjas éveiket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sokat hallunk az úgynevezett elmaradott társadalmakról, hajlamosak vagyunk jóindulatú, vagy éppen kissé felsőbséges mosollyal szemlélni őket. Pedig bizony a gondoskodás, az idősekkel való bánásmód terén igenis sokat tanulhatunk tőlük. Nekik a munkában megfáradt, betegségbe beletörődött idős családtagjaik, rokonaikról való gondoskodás elemi ösztön. A város első embere úgy folytatta természetes számukra, hogy időseiket a családban maradva gondozzák, hogy a gyerekeket az idősek iránti tiszteletre, szeretetre neveljék. Müller Péter írásában olvastam. Ősi és élet kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradtságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, és milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öreg ember óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt. Az öreg ember nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték. Nem azt nézték, milyen mulandó a teste, hanem hogy ki lakik benne. Nekünk is ezt kell megtanulnunk, hogy meglássuk mindenkiben a lelket, az értéket, hogy becsülni tudjuk mindazt, amit a másik az élete során tett. Ha megengedik, egy számomra nagyon bájos és tanulságos verssel köszöntöm ma önöket. Aranyos Ervin, sose hagyd el magad. Hely, de sokan sírnak, hogy megöregedtek, hogy nehezen mozgók, fáradtabbak lettek. Pedig ez nagy dolog, hosszú létet élni, sok régi kalandot újakra cserélni. Persze az embernek gyakran fáj a teste, nyűgös, lassan jön el számára az este. Kár, hogy a vágyait hagyja kialudni, pedig jó lett volna ennyi mindent tudni. Csak hogy a figyelem iránya változott, s amit egykor talán álmokra áldozott, az most fájdalmakra, testi betegségre, s hogy az pont attól van, nem is veszi észre. Hiszen ha figyelme a rosszra irányul, még több rosszat vonzhat, s az élet silányul. A panaszkodással és a kesergéssel fájdalmat, korságot a szívedbe vésel. Pedig van már időd magadra figyelni, bölcsen gondolkodni, új utakra lelni, csak az öregségét hálásnak kell lenned, és a régi szikra újra gyúlhat benned. Nyisd hát ki az ajtót, mi rabbá tett téged. Engedd ki rab lelked,
vár reád az élet. Okkal éltél eddig, s nem hogy beteg legyél, hanem örülj, szeress, alkoss, csodát tegyél. Valósítsd meg álmod, hogy segíts másoknak, kik negatív hittől folyton nyomorognak. Mutasd meg, hogy lehet örülni, nevetni, panaszkodó létet magadról levetni. Sose hagyd el magad, járd az utad végig, ne félj, hogy a lábad lekopik majd térdig. Élvezd az életet, és ne károgj, mint varjak, szélként jöttem ide, hogy nagy port kavarjak. Hogy ami nem tetszik, azon én javítsak, jövő nemzedéket új hitek, új hitre tanítsak. A zokszót, a panaszt a földbe tapossam, hogy a lelkem vásznát szép tisztára mossam. Ami berágódott, meg kell olajozni, lelked a pokolból vissza kéne hozni. Rájönni, hogy sírod, eddig magad ástad, esélyt kéne adnod a feltámadásnak. Hát ne hagyd el magad, mutasd másnak példát, s mire régen vágytál, azt a mában éld át. Meglátod, ha végre szeretet vezérel, Isten is simogat mind a két kezével. Hiszen mit veszthetnél, ha tennél a dolgot? Mi szeretnél lenni, szomorú vagy boldog? Nyisd ki azt az ajtót, mit magadra csuktál, s engedd létrehozni, amit szíved diktál. Éljön haldokolni, többé sohasem kell, szép földi létbe élni jön az ember. Teremts szeretettel, holnap váró vágyjal, gazdagodj az élő, csodaszép világgal. Kedves szépkorúak! Kívánom önöknek, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és épp oly nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését, érezzék, hogy szükség van önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak önök tudnak. A rendezvény folytatásaként egy-egy virágcsokorral köszöntötték az eseményen jelenlévő legidősebb hölgyet, Baka Józsefnét, és a legidősebb urat, Angyal Sándort. Majd kezdetét vette az ünnepi műsor, ezúttal az Operett Musical Voices társulat szórakoztatta egy órán át a közönséget. Most rövid reklám következik, majd hamarosan folytatjuk a Telena magazint. Maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges.
20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a 2024-2025-ös tanévben is várja leendő diákjait. A továbbtanulás előtt állóknak 4 és 6 év folyamos képzést, emelt óraszámú angol vagy német nyelvoktatást kínálunk. Korszerű környezet, felkészült pedagógusok, családias légkör, remek közösség. Legyél te is részese! Lezárult a Gondos Gazda, Virágos Porta címmel hirdetett pályázat. A résztvevők a tolnai polgármesteri hivatal dísztermében vehették át elismeréseiket. A Virágos Tolnáért és Mőzsért munkacsoport elnöke azt mondja, évről évre egyre népszerűbb az akció. Kiteszik ezt a kis táblácskát majd a házfalára, és azért azt is elmondom, hogy az oklevél mellé egy 20 ezer forintos óvi ajándékutalványt, amit hát vélhetően a kertre fognak fordulni. Lezárult a Gondos Gazda Virágos Porta című pályázat, a versenyt hosszú kihagyás után 2022-ben indította újra útjára a Virágos Tolnáért és Mőzsért munkacsoport. Ebben az évben 13-an jelentkeztek, hogy megmutassák kemény munkájuk gyümölcsét. És az ő ajándéka pedig egy 50 ezer forintos vásárlási utalvány. Mi köszönjük, gratulálok! Szélesné Max Rita vehette át az első helyezésért járó elismerést a családi ház kategóriában. Azt mondja, nem egyszerű feladat egy szép kert fenntartása, hiszen azt minden nap ápolni kell. Nem én indultam, tehát a férjem és a lányom meglepetésből regisztráltak. Azt mondom, ha valaki örömét leli benne, akkor ez igazából, de tehát azt mondom, hogy majdnem, hogy mindennapos. Igazából főleg így nyáron, a locsolás, egyebek. Nagyon örültem neki természetesen, mert úgy láttam, hogy ugye nagyon aranyosak voltak a zsűritagok, és láttam, hogy ők is jól érezték magukat nálunk. Családi ház kategóriában második Józsa Dénes, harmadik Srik Lászlóné lett. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk a szemlebizottság tagjaival együtt, mert hogy tavaly 8-an jelentkeztek erre a versenyre, és az idén pedig 13-an. Ezt mindenképpen sikernek érezzük, és sikernek könyveljük el. Nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy a Facebookos megjelenése ezeknek a gyönyörű kerteknek, miután megnéztük őket, akkor azért az embereknek talán felkelti a figyelmét és az érdeklődését, és akkor a következő évben úgy gondolják, hogy ilyen az enyém is van, nekem is kéne jövőre pályázni, úgyhogy erre számítunk jövőre is. Csodálatosak voltak. Ahogy mondtam az elején is, igazából az látszott, hogy mindenki gondos gazdája a kertjének, a portájának, annak a környezetének. Az, hogy kinél mennyi virág van, hogyan oszlottak meg a növények, az nyilván ízlés kérdése is. De én azt hiszem, hogy valamennyien megtették azt, amit azért az adott kertér meg lehet tenni. A zsűrizésben egyébként Mercel György kertészmérnök is részt vett. Mi úgy hívjuk, hogy a város kertésze, mert hogy ő mindig mindenbe tud tanácsot adni. És Sücné Vigmária, aki hosszú-hosszú éveken keresztül volt a virágboltba eladó, és így nyilván azoknak a növényeknek az ismerője is. És hát az ő szép érzékére ugyanúgy szükségünk van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon reális értékelés született, hiszen egyébként, ha lezárjuk a szemlézést, akkor utána nem bízunk semmit a véletlenre, hanem akkor összejövünk, és egy délelőtt folyamán megtárgyaljuk, hogy mégis azok alapján a mi általunk kigondolt rendszerek, pontrendszerek alapján kit hova tudunk elhelyezni, és hogyan tudjuk megállapítani a megfelelő sorrendet. A program nem titkolt célja Tolnaváros összképének javítása is. Az idén viszonylag kevesebbet tudtuk végezni, hiszen az első évben, amelyeket megállapítottunk, illetve elkezdtünk, azok az idén folytatódtak. Most annyi történt, hogy még a főtéren, illetve a főutcán az üzletek előtt kicsit bővítettük a virágládáknak a sorát,
De nem szeretnénk most előre szaladni, mert a toppos pályázatok kiíródtak, és ennek keretében egyfajta városközpont fejlesztés, illetve parkfejlesztés is szóba kerül, és én azt gondolom, hogy ennek nem kéne elébe menni, nehogy aztán úgy járjunk, hogy valamit előre megcsinálunk, és utána felülírja azt mondjuk majd a terv. Úgyhogy egy picikét most visszafogtuk magunkat pont a toppos pályázat miatt, de folytatjuk a faültetési programot úgy, hogy a faültetés után, erről már beszéltünk egyszer, azt hiszem egy másik interjú kapcsán, örökbefogadtak a szülők gyerekek fákat, és hát ez is szépen beindult. Most fogjuk még a táblákat kihelyezni a jelentkezések alapján, még két, nem, három utcába. Társasház kategóriában Mohai András kapott díjat, egy külön elismerést is átadtak, amit családi ház kategóriában Rül Gizella vehetett át. A nyertesek oklevelet, gondos gazda virágos portatáblát és ajándékutalványt kaptak, valamennyi indulónak emléklappal köszönték meg a részvételt. Megünnepelték a népmese napját Tolnán. A rendezvényen főként a gyerekeknek kedveztek a szervezők, a remek programot mellett a legszebb rajzokat díjazták. Asztal és ajtódíszt, bőrtarsolyt, új bábokat és még számos a magyar népmesékhez kapcsolódó motívumot készíthettek azok, akik ellátogattak a magházba Tolnán. Az intézményben már hagyomány, hogy a népmese napja alkalmából kézműves foglalkozást szerveznek. Napra, mivel a népmese napja van, ezért olyan kézműves foglalkozással készültünk, ami a népmesei motivumokat takarja. Ezért van például bőrtarsoly, mint a szegény legényt elküldik, és akkor majd a tarsolyába gyűjtögeti a hamubasült pogácsát például. Vannak új bábok, malacka, farkas, akkor a kismalacot és a farkast el lehet játszani. Van csempefestés, amire a népi motivumokból királylányt, királyfét lehet festegetni, koronát lehet készíteni, aranyhalat festeni, és ilyesmik. Azért, amit lehet, és nehezebb munkának számított, előre készítünk, kiszabjuk a fő vonalat, és akkor nekik már csak igazából hozzá kell kisebb dekorációs elemeket készíteni. A népmesék által a kicsik nem csak a nyelvet, hanem a magyar ember észjárását is megtanulják mesehallgatás közben. A gyermek a beleélés folyamatában szárnyaló fantáziájával emlékezetébe vési a mese jellegzetes fordulatait, részleteit, melyek később meg is jelennek a beszédében, tevékenységében és kommunikációs helyzeteiben. Emellett a mese szereplőinek viselkedéséből, a mondani valójából fontos erkölcsi fogalmakat tanulnak meg a fiatalok. Évek óta tradicionális rendezvényünk a Magyar Népmese Napja. Ennek a rendezvénynek folyik most éppen itt a lebonyolítása. A Népmese Napja alkalmából idén kiírtunk egy rajzpályázatot, magyar népmesék, magyar népmese jelenetek, figurák témájában. Erre 173 rajz érkezett, ami szerintem nagyon szép termés. Ennek volt reggel a megnyitója, ezzel kezdődött a program. És aztán utána Kovács Gábor várta a gyerekeket a Kacor király című népmese zenés feldolgozására, hagyományos népi hangszerek kíséretében, és utána kezdődött el a kézműves foglalkozás, ami szintén a népmese, népmeséket dolgozza fel a gyerekek számára, készíthetnek különféle tárgyakat, csempefestés van, galáspálcát készítenek, és kemencés sütéssel fogjuk zárni a programot, arra hamarosan sor kerül, már
jó meleg a kemence, várjuk a gyerekeket, hogy hamuba sült pogácsa is készülhessen. A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg, amely egyébként Benedek Elek születésnapjához köthető. Az esemény célja, hogy a könyvtárosok, az óvonők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, a gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!